Járt-e már előtte Rómában, mielőtt kikerült? Igen, jártam. 15 éves koromban az volt az első nyugati utam, még a szüleimmel. Aztán utána már inkább egyedül közlekedtem a nagyvilágban. Még sátorral csináltunk egy 2-3 hetes olasz körutat, és akkor voltunk 3 napot Rómában. És utána voltam hivatalból is, mikor már parlamenti köztisztviselőként. Tehát valamennyire ismertem Rómát, de hát azért természetesen egész más kiugrani pár napra turistaként, mint ott élni. Mennyire volt lehetősége a csodálatos Rómába beleszeretni, amik kint volt? Hát Rómát tényleg csak szeretni lehet, tehát az nekem egy óriási lehetőség volt. Nagyon fiatalon, 31 éves voltam, amikor kikerültem, tehát jutottam ki Rómába. Elég nagy megütközést is keltett, tehát én akkor minden partneremnek elmondtam, hogy egy olyan országnak, amelyiknek 35 éves a miniszterelnöke, annak tulajdonképpen miért ne lehetne egy 31 éves nagykövete. És hát elég keményen kell dolgozni, de az ember dolgozik, teljes energiabedobással és szívvel csinálja, akkor azért annak igenis van eredménye. Az olasz partnerem is elfogadta, a diplomáciai testületen belül sem volt probléma. Beszéltem olaszul, ez nagy előny volt. Én igyekeztem nagyon sokat jönni-menni Olaszországon belül, hiszen Olaszország nem Róma. Északtól délig, ez a sok száz kilométer, az mind-mind más képet mutat, mondjuk Udinétől Palermóig. Mindenhol vannak magyar közösségek, magyar emlékek. Én ezeket mind igyekeztem feltérképezni, amennyire lehetett segíteni. Tehát végül is az, hogy én ezt nagy energiabedobással tudtam csinálni, ezt elismerték. Párszor, sajnos még csak párszor jártam Rómában, de valakitől azt hallottam, hogy aki ott van 3-4 napra turistaként, az azt mondja, hogy láttam Rómát. Aki ott van több hónapig, az azt mondja, hogy hát én még semmit nem láttam Rómából. Önnek mi a kedvenc helye, hol szeretett a legjobban lenni Rómában? Nehezett kérdés, azt én is ismerem ezt a mondást, hogy aki ott él, arra mondták, hogy soha nem fogja megismerni Rómát. Sok hiányérzetem van, mert hát azért ugye minden hétvégén keményen dolgoztunk azon, hogy újabb-újabb szegleteket ismerjünk meg a városból. Ennek ellenére biztos, hogy nem tudtam annyit kószálni szabadon, mint szerettem volna. Szerintem a férjemnek ebből a szempontból nagyobb szerencséje volt, és talán jobb is ismerte a várost, mint én, meg őt néha ilyen szervezett utakon elvitték, például a Fórum Románumon olyan zárt részekre, amiket nem nyitottak meg a nagy közönségnek. Így szerintem ő többet is látott ezekből, mint én. Kedvenc helyeim? Hát nem is tudom. Van egy kedvenc templomom, a San Clemente templom, amelyik egy mitrás szentély van a legalján, és utána mindenkor rajta hagyta a keze nyomát, egymásra épül a mitrás szentélyen, egy kora keresztény bazilika, aztán van egy későbbi bazilika, és így fölfelé, tényleg a barokkig ott minden megtalálható, és egy csoda. Sőt, egy római lakóházon épül, és azra jött csak a mitrás szentély, tehát az volt a kedvenc templomom, de hát ott van a Santo Stefano Rotondo, amely a pálos rendnek volt egy temploma, és nagyon sokat dolgoztunk azon szentnészéki nagykövettel, illetve a Római Magyar Akadémia vezetőivel, hogy valahogy visszakaparintsuk, ha nem is birtokjogi értelemben, de hogy ott a magyar emlékeket méltóan ápolhassuk és tudatosítsuk, hogy ez egy Collegium Germanicum Hungaricum révén, ez egy magyar hely. Azt is nagyon kedveltem. De hát a Villa Borghesétől kezdve egészen a hozzánk közel levő parkig, ahol a kislányom szinte felnőtt, tehát sok ilyen kedvenc helyem van. Én minden olasz városban a helyi nevezetességeken túl a játszótereket is ismertem, mert volt egy megállapodásunk Fruzsival, hogy akárhova megyünk, mindig eljön velünk azokat a dolgokat megnézni, amik minket érdekeltek, és mi is lelkesen mentünk az aktuális játszótérre, és egy egész jól működött. Gondolom Brüsszel már most teljesen másott, nem nagyon van ideje nézelődni a környéket, megismerni. Mivel telik az a 3, rossz esetben 4 nap, amit ott tölt hetente? Igen, ezen magam is elcsodálkoztam, sőt szinte szégyellem bevallani, hogy a parlamenti épületen kívülre szinte nem is megyünk, csak ha valami vacsorára kell menni valamilyen étterembe, akkor is beülök egy autóba, se tudom, hol járok, és oda visznek. Ez nagyon furcsa, egy nagyon mesterséges lét így. És hát akkor az az épület, hogy 10 perc is beleterek, míg az ember az egyik teremből elmegy néha a másikig. Mindig igyekszem a hajnali géppel menni, hogy még az előző estét a gyerekeimmel tölthessem, és hát egy perc megállás nincsen. 2 nagyon kiváló munkatársam van, akik szakmailag meg szervezés tekintetében rakják össze a programomat. Én a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság tagja vagyok. Ez egy elég komoly jogalkotással foglalkozó testület. Most a teljes pénzügyi válság utáni újraszabályozás van napirenden. Borzasztó sok jogszabálytervezet fekszik az asztalunkon, és hát ebben kell képviselnem Magyarország, magyar polgárok érdekeit.
úgyhogy bizottságülések, frakcióülések, egyéb összejövetelek, nekünk hetente van a Magyar Néppárti Delegációnak, tehát a fideszes képviselőknek egy megbeszélésünk, ahol politikai és szakmai kérdésekben egyeztetünk. Tehát tulajdonképpen mondhatom, hogy minden percen be van osztva, úgyhogy a parlament melletti utcában bérelek egy icipici lakást, tehát a közlekedéssel se kelljen időt töltenem. Este 15 óta még sosem érkeztem meg, és hát reggel 8-9 között hagyom el. De hát ez egy ilyen, a kollégáim nagy része ugyanígy él, hát aki kiköltözött, az természetesen másképp, meg annak van 5 napja arra, hogy a heti munkáját elvégezzen, nekem egy kicsit koncentráltabban kell ezt megtennem. De hát szerencsére a két munkatársam, ők nagyon jól dolgoznak, és hát az e-mail és az internet és a telefon korábban, amikor én itthon vagyok, akkor is kapcsolatban tudunk maradni. Hadd halljunk akkor egy szakértői véleményt, mert már rengeteg mindent hallottunk, fölmerült, hogy vége van a válságnak, még a csúcsát sem értük el, még csak most jön a legrosszabb. Önök hogyan látják Brüsszelben, a kis Magyarországunk hol tart? Meg kell különböztetni, hogy hol tart az Unió és hol tart Magyarország. Az Unióban már látszik a fény az alagút végén. Idejre már egy nem magas, de egy biztató növekedést prognosztizálnak, 1% alatti. De hát minden esetre azt, hogy vége van a recessziónak, beindulhat a gazdaság. Az uniós kormányok nagyon sok pénzt igyekeztek pumpálni a gazdaságba, hogy beindítsák ezt a növekedést. Megtehették, mert korábban takarékoskodtak, nem élték fel előre a jövőjüket. Magyarország esetében más a helyzet. Mi akkor költekeztünk, amikor mindenki más megtakarított, amikor jól ment a gazdaságnak, akkor szórtuk el a pénzt, sajnos itt a szocialista kormányok egymás után ebben jeleskedtek. Ennek következtében kirült a kassza, amire beütött a válság, mi akkor már nem tudtunk pénzt pumpálni a gazdaságban, nem volt honnan. A nemzetközi pénzügyi intézmények mentővére szorultunk, és hát most lehet dicsekedni, hogy a magyar hiányadat az Európában egészen megfelelő. Igen, nem, de az összes többi mutatónk az nagyon gyenge, tehát megint 80%-os az államadósság. Azért érdemes ezzel egybevetni, hogy 2002-ben már csak 54% volt, tehát bőven a 60%-os Maastrichti kritérium alatt, ami ahhoz szükséges, hogy majd egyszer végre nekünk is eurónk legyen. Tehát egy adatban jeleskedünk most, valóban ez komoly elismerést vált ki ez a magyar megszorító csomag, csak hát ez az embereknek nem segítség. És hát ami a legfontosabb, hogy a növekedést nem bírjuk beindítani, itthon még erre az évre is hanyatlást vártunk, nem olyan mértékűt, mint a tavalyi esztendőben, de még mindig nem tudunk növekedni. Ha nem tudunk növekedni, az azt jelenti, hogy a gazdaság nem áll saját erőből lábra, a vállalatok óvatosak, nem mernek hitelt fölvenni, a bankok óvatosak, nem mernek hitelt adni. Na ez egy ördögi kör. Bankok azt mondják, hogy nincs akinek adjanak, a vállalatok azt mondják, hogy nincs akitől kapjanak, és mind a két félnek valahol igaza van. Na így nagyon nehéz kilábalnunk. És hát amikor meg kell felelnünk az Európai Unió és az IMF szigorú kritériumainak, akkor ez egy valóban nehéz feladat. Talán nem kellett volna előre fölélni a jövőt. Úgyhogy itt egy teljes gazdaságpolitikai váltásra van szükség, akkor pedig meggyőződésem, hogy számíthatunk az Európai Unió szolidaritására. Hogyan tekintenek Magyarországra Brüsszelben? Az ott a keleti vég, vagy ténylegesen nem csak papíron egyenlő tagjai vagyunk az EU-nak? Az egy nehéz kérdés. Magyarország jól tárgyalt annak idején, kiváló szakmai csapatunk volt, és hát nem azt mondom, hogy tökéletes eredményt értünk el, de azért a csatlakozás pillanatában Magyarországnak volt egy respektje. Sajnos, ami utána következett, különösen ez a gazdasági teljesítményünk, illetve, hogy nem megfelelően szolgáltatunk adatokat. Akkoriban 2005-ben 60 Magyarország volt Görögország, most ugye Görögország az unió fekete báránya, most mindenki a görög problémáról beszél. Hál' Istennek így legalább elfelejtették, hogy alapvetően ez a mi műfajunk volt ott pár évvel ezelőtt. Ez nekünk most jól jön, engem különösebben nem vigasztal, de hát azért az a megbecsültségünk a sajnos oda veszett. Úgyhogy nagyon nehéz lesz újraépíteni az imázsunkat. Én abban bízom, hogy egy hiteles gazdaságpolitika birtokában hiteles szereplőkkel. 2011-ben, ami már mindjárt van, amikor Magyarország tölti be az első félben az EU elnöki tisztét, akkor tisztességesen fogjuk tudni ezt a feladatot elvégezni. Ez egy nagy kihívás az új magyar kormánynak, illetve a teljes magyar államigazgatásnak, hogy úgy vezessük az Európai Uniót fél éven át, hogy az minden partnerünk, mind a másik 26 tagállam megelégedésére szolgáljon, sikerüljön elfogadtatnunk fontos uniós jogszabályokat, jobban működjön az unió, a gazdasági kilábalásnak is jussunk a lehetőleg már a végére, és ez egy nagy pillanat ahhoz, hogy Magyarországnak a respektje az növekedjen.